Sziasztok gyerekek, ez egy újabb ilyen tippadó videó, amiben a videózással kapcsolatban fogok tippeket mondani. Mondtátok, hogy látnátok még ilyen videót, a legutóbbi ilyen tippes videó az a Free Fire tippes videó volt, ugye? Ugye, hogy a játékban adok nektek tippeket, de elérkezett egy videózással kapcsolatos. Nem lesz más, mint hogy három dolgot fogok mondani, amivel már a videó megnézése után sikeresebb leszel a videózásba. Ha esetleg van csatornád, vagy most akarsz belekezdeni egy csatornába, és ebben a videóban is próbálok nem ilyen sablonos dolgokat mondani, hanem tényleg valódi tippeket és valódi gondolkozási menetet átadni nektek a videóval, ezzel a videóval. Remélem, hogy majd ti is tanultok belőle. És még egy, hogy nyilván el sem írtam szöveget, szóval amik jönnek, mondatok, meg a témák, azok a saját gondolataim alapján fognak jönni, és hát lehet, hogy nem lesz minden érthető, meg ilyenek, de hát nyilván ez érthető is. Hát akkor kezdjünk is bele. Az első az az, hogy elsőnek értsd meg az egész videózást, meg a tartalomgyártást. Tehát te bele fogsz kezdeni egy csatornába, kiraksz egy videót, de a videót nem nézik meg csak 10, vagy például 10 se, 5-en vagy 3-an. És akkor ettől már szar videósnak fogod érezni magad, nem úgy érzed, hogy a tartalomra senki se kíváncsi. Mert te tegyük hozzá, ha te kiraksz egy videót, az a videó jobb lesz attól, mert a videó mögött, a tartalom mögött 500 feliratkozó van, meg 60 like. Vagy attól még ugyanolyan marad a videó. Tehát, ha te kiraksz egy videót, és megnézik 500-an, meg van 1000 feliratkozód, meg 50 like. Vagy kiraksz egy videót, és van 10 feliratkozód, és megnézik 5-en a videót. A videó, a tartalom az ugyanolyan marad, mintha te egy másik csatornára raktad volna ki. Tehát, a tartalomért, a videóért csak te felelsz. Tehát attól nem lesz több egy videó, egy tartalom, hogy a videó mögött, a tartalom mögött mi van. Mennyi feliratkozó, mennyi nézettség, mennyi like. A tartalomért csak te felelsz. Csak a tudásod felel, hogy mennyire bírod megcsinálni a videót, hogy milyen tartalmat csinálsz, azért csak te felelsz. És ahhoz, a videóhoz nem fog hozzárakni semmit, hogy neked x feliratkozód van, meg mennyien lájkolták. Tehát így videóz, vagy hát ezt a gondolkodást menetes folytasd, mert akkor lehet, hogy bele fogsz fásulni, hogy jó, csinálod a videókat, de nem nézi senki. Ne azt nézd, hanem hogy olyan tartalmat csinálj, és tegyél ki, ami tényleg minőség, és a te szemedben az minőségének látszik, és méltó ahhoz, hogy videónak, meg tartalomnak lehessen hívni. Ennyi. Tehát a második pedig az, hogy fektess bele időt, és hogy minél több időt és energiát csinálj, fektess abba, amit ugye akarsz csinálni. Ez egyébként elég nagy csablon, de ez tényleg így van, és hát most ez egyébként mindenre értendő, de most nyilván a videózásról van szó. Tehát például mondok egy saját példát, csináltam egy ilyen zenés remixes csatornát, amit ugye ezen a csatornámon nem promóztam be, hogy majd húha bepromózom, és akkor egyből van x nézettség, hanem ugye magamtól kirakom a videókat, és amennyien rátalálnak, megnézik, azok megnézik, ennyi. Tehát akkor megcsináltam a csatornát, kiraktam mit tudom én egy zenét, és vagy remixet, amit ugye csináltam, és mennyien nézték meg ilyen 20-an. Aztán tegyük fel, hogy csináltam még egyet, az 30-en, és a mostanit, amit most csináltam, az már 50-en. Tehát, amíg nem foglalkoztam a csatornával, nem raktam ki elég ilyen zenét, remixet, addig nem nőtt a nézettség, nem nőtt semmi. De, amikor egyre több munkát fektettem bele, egyre több videót raktam ki, automatikusan megnőtt a nézettségnek a száma. Tehát, ha te valamibe, és ez egyébként nagyon kicsi hasonlat, szóval attól még nem fejlődtem, csak a nézettség nőtt, úgyhogy ez egyébként attól függ, hogy tényleg mennyit rakol bele, mert ha tényleg mindent megtanulsz, meg stb. tanulsz, akkor a videózással kapcsolatban akkor már jobb leszel. Tehát, ha nem videózol, akkor is tudsz fejlődni, például vágási technikák,
megtanulsz greenscreenezni, stb. Ilyen dizájnokat, olyan dizájnokat, és ezáltal jobb leszel a videózásban, a csatornádban. Na tehát a harmadik az pedig az lenne, hogy mást is tanulj, ne csak például a videózást. Hát ezt hogy értem? Tehát, hogy például van a videózás, és azt ugye az ki van nagyítva a videózás, oké. De ha kicsit kijebb jössz, akkor a videózáson kívül még más dolgok is vannak, amiket ha elkezdesz csinálni hobbiból, vagy nem tudom, akár komolyabban, azok segíteni fognak a videózásban. Például nekem van a fotózás, Photoshop és most a remix készítés, stb. Tehát ugye kiszűkítettem, és már nem csak a videózás van, hanem van mellé még a fotózás, a Photoshop, meg a remix készítés. És ez így kicsit kiszűkítve már is több dolgot eredményez, mint hogy csak videózást csinálnék, és ezeket az úgymond külső dolgokat be tudom vonni a videózásba, amiben nyilván ez a középső pont, ami a videózást takarja, jobb lesz. És ha még jobban bele akarnánk menni, akkor például a fotózásba is belebírnánk jobban menni, ami nyilván szükséges ahhoz, hogy jobb fotókat csinálj. Például megtanulod, hogy milyen fotók vannak, milyen fotózási stílusok, tippeket tanulsz, megtanulod megcsinálni a képeket. Úgyhogy én nyilván ezt is tovább izéltem, és szeretnék ebbe is fejlődni, megtanulni. Tehát az a lényeg, hogy ne csak videóz, ne csak például Free Fire videókat csinálj, hanem gyere kijebb, és mást is ugye tanulj, meg csinálj, amivel ugye majd jobb leszel a videózásodban. Tehát mit tudom, kezdj el te is fotózni, de nem feltétlenek a fotózás. Mindegy, gyerekek, csak gyertek kiebb, és akkor ha mást is csináltok, nem csak az a csatorna, az a fő célotok, akkor már is jobbak lesztek, és ugye jobban kiszűkültek, és több mindent tudtok csinálni, mint hogy belennétek úgymond nagyítva, és akkor csak a csatorna, és más dolgokból nem fejlődsz. Szóval ennyi. Tehát ha ezek megvannak bennetek, akkor nem kell itt semmiféle nagy ilyen trükkökre gondolni, hogy egy vonzod a nézettséget, meg ilyen. Ez az alapgondolkodás, ha megvan benned, akkor garantálom neked, hogy te sikeres videós leszel, és nem ilyen, nem tudom, minek is mondjam, nem is fogok semmit mondani. Az a lényeg, hogyha megvannak benned ezek, és így látod a dolgokat, vagy nem is muszáj így látni, megérted a videónak a lényegét, akkor már jobb videós leszel, vagy jobb videós leszel, ha csinálsz egy csatornát. Remélem, hogy bírtam nektek segíteni, ti is gondolkodjatok így, vagy hasonlóan, mert ez tényleg elő fog titeket segíteni. És szerintem én a harmadik tippet mondanám a legjobbnak. Nyilván az első is jó, mert ha az nincsen benned, akkor össze fogsz esni, jaj, nem nézik a videót, meg ilyenek, de ezt nem így kell felfogni. Mondtam, hogy nem az a lényeg, hanem a tartalom, amit te csinálsz, és az csak rajtad múlik, nem pedig a csatornádon. Szóval ennyi. Úgyhogy remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, és hogy értettétek, sok sikert annak, aki videózik, vagy akarna fejlődni. Ez egyébként egy ilyen, ebből még lehetne több rész is, de most ebbe a videóba csak ennyit. Köszönöm, hogy megnéztétek, sziasztok!